Augusztus 14-én vette kezdetét a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság a Kalocsai Futballklub együttese számára, akik rögtön egy igen nehéz ellenfelet, a tavaly ezüstérmesként záró Tisza Kécskét fogadták. A KFC szakmai stábja már a mérkőzést megelőzően tisztában volt vele, hogy nehéz dolga lesz az együttesnek, hiszen játékos állományuk nem csupán átalakuláson ment keresztül a nyár folyamán, de betegségek miatt sem tudtak úgy felkészülni az összecsapásra, mint szerették volna. A Kalocsa ennek ellenére 35 percig tartotta magát a Kécskével szemben, hiszen a vendégek csak ekkor szerezték meg a vezetést. Márton Zsolt, a KFC vezetőedzője így értékelt a találkozót követően. Ma ebben több nem volt ebben a mérkőzésben. Nem tudtunk gólt szerezni, nem tudtunk úgy becsülete helyteni, mint ahogy én azt gondoltam. És úgy gondolom, hogy az, hogy nem tudtunk becsülete helyteni, az nagyban befolyásolta az, hogy a második gólnál egy hatalmasat hibáztunk, mert ha a Vujčatika, én úgy gondolom, nem hibázik, akkor 1-0-nál azért nagyobb tartás lett volna bennünk. És ott elment a meccsen, úgy érzem. Utalt ezzel Márton Zsolt arra a 11-esre, amelyet az 57. percben ítéltek meg a Tisza Kécskének. Ezt követően további 3 találatot jegyeztek a vendégek, beállítva ezzel az 5-0-ás végeredményt. A Kécske tehát bár magabiztos győzelmet szerzett a KFC-vel szemben, vezetőedzőjük Nyilas Elek mégis az első fél idő kezdeti nehézségeit emelte ki vendég oldalról. A labdajáratásunk szó szerint visszatérek még egyszer, lassú volt, de nem találtuk a ritmusát, nem találtuk saját magunk ritmusát sem, és a játékét. Kevés volt a mozgás, nagyon-nagyon indisponált volt egy pár játékos az elején. Tehát természetesen benne van az, hogy kicserülődött a keret, és azért 4-5-6 hét alatt azért olyan nagy varázslatot nem lehet csinálni, meg kell ismerni a játékosoknak egymást, sokat kell gyakorolni, de akkor is vékony volt az eleje. A Kalocsa legközelebb augusztus 21-én immáron idegenben a Harta ellen lép majd pályára, ahol Márton Zsolték természetesen győzelemmel szeretnék felettetni a mostani vereséget.